Balsa, Búj, Gávavencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Paszap, Tiszabercel és Tiszatelek. A rétközi települések nevezetességeit összegzi ez a tárlat. Nagyon nagy szerencsénk van olyan tekintetben, hogy ezeken a településeken azért több olyan ember is él, aki hobbiszerűen régóta foglalkozik helytörténettel, és nyilvánvalóan az ő tudásukra, az ő tapasztalatukra is alapoztunk akkor, amikor ezek a javaslatok megszülettek. Én azt gondolom, hogy az a gazdag kincs, amit rendelkezésre áll, abból egy nagyon szép merítést sikerült tennünk ezzel a mai alkalommal, és ezeket a kincseket, ezt az örökséget, amit eleink ránk hagytak, ezeket még inkább meg tudjuk erősíteni, és a későbbiekben is bízom benne, hogy egyre többen kapnak ahhoz kedvet, kicsit helytörténettel foglalkozzanak, egy kicsit a szülőföldjüknek a múltjával elkezdjenek megismerkedni. A rétközi kutatásokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság is segítette. Nem olyan sok tájegységi értéktár működik, akár országszerte is, úgyhogy mindenképpen egy novum itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy most itt a rétközben azért ez a bizottság megalakul, és az meg pláne, hogy nagyon aktívak, hiszen folyamatos a tapasztalatcsere, rengeteg kérdéssel fordultak, akár a megyei értéktárbizottság felé, akár felém is személyesen, és nagy-nagy örömmel segítjük a munkájukat. A magyar minőség hírnökei a hungarikumok, amelyek közé a piramis elvű rendszernek köszönhetően akár egy-egy tájegységi nevezetesség is felkerülhet. A hungarikumok köre a közelmúltban bővült, hangzott el az Ibrányi rendezvényen. A legutóbb a hungarikumok közé került értékek voltak a Kodály módszer, amelyik azt gondolom, hogy egy vitán felülálló hungarikum, egy olyan hungarikum, amit a világban szinte mindenhol ismernek, és mindenhol a magyarsággal, Kodály Zoltánnal kötnek össze, és egy maradandó érték. Másik javaslat, az, ami bekerült a gyűjteménybe, ez az egribi kavér. Azt gondolom, hogy ez is egy vitán felülálló, a magyarsághoz kötődő érték. Ezek mellett még a tiszai halászlé és az őshonos magyar kutyafajták is bekerültek a hungarikumok közé, a közelmúltban megalakult rétközi tájegységi értéktárban pedig a paszabi szőttes, a krumpli termesztésének és feldolgozásának rétközi hagyománya, valamint a térségbeli svábokhoz kötődő tradíciók is szerepelnek.